Nagyon különös körülmények között elfogadták a földtörvény, pontosabban a termőföld piaci moratóriumát feloldó törvényt. Gyakorlatilag, hogy mi van benne, azt nem tudjuk, mert nem a kormány által beterjesztett törvényt fogadták el, legalábbis a hírekből ezt tudjuk. A tüntetések, ami a legfelsőbb tanács épülete előtt voltak és más nagyvárosokban, viszont azt sejtetik, hogy ténylegesen a nagybirtokos rétegnek szerettek volna kedvezni egyrésztről ennek a törvénynek az elfogadásával, ugyanis ami hallatszik róla, azt kell tudni, hogy az ország területeinek 5%-a is egy kézbe kerülhet, ami egy borzasztó hatalmas terület, mintegy 213 ezer négyzetkilométer. Másik, amit szintén érdemes tudni a dologról, hogy az ideig kialakult bérlői nagybirtok rendszer az valószínűleg tovább is fennmarad, vagy transformálódik, ugyanis a bérlőknek a törvény szerint elővásárlási joguk lesz az ideig bérelt területükre. A kárpátai gazdákra ez hogy hat? Nyilván itt a kettőség megfigyelhető, mint bárhol Ukrajnában. Egyrészt ugye van az eladónak az érdeke, aki megfelelő módon a magántulajdonát nem tudja pénzét tenni, pedig hát ezek az eladók valószínűleg zömében idősebb emberek, akik vagy gyógyulni, vagy enni, vagy melegedni szeretnének. A nyugdíjukból ezt mind a hármat egyszerre nem kielégíthető. És hogy van egy vagyontárgyuk adott esetben, egy parcella termőföld, az mindenképpen hozzájárulhatna a jólétük emeléséhez. Ez az egyik. Ami a másik oldalt is megvilágítja, hogy miért lenne erre szükség. Nyilván a gazdaságot is élénkíteni, és ez pedig minden ukrán honpolgárnak természetesen érdeke. Első nekifutásra ugyanazt úgy hallottuk, hogy a külföldiek nem vásárolhatnak földet, nagyon helyesen egyébként, de mint a furcsa kettőség itt is megfigyelhető, mert mivel a konkurencia nem lép be, nyilván ezáltal alacsonyabb lesz az elsődleges piaci ára a termőföldnek. Tehát majd, ha 4 év múlva, mint majd a törvény betűi írja, beléphetnek a külföldi felvásárlók, vagy földet vásárolni szándékozók is, a nagyobb tőke valószínűleg majd árfelhajtó hatással lesz a földpiacra, de hát ezt még meg kell érni. És az a 4 év bizony a számos idősebb ember számára, az 4 év, amit még egyszer mondom, azt túl kell élni. Érdekes módon, hogy tegnap hallottam, hogy talán az Agrolucskának, de az Agro Szobodának is azt zárójelben megnézem, ez két nagybirtokot működtető holding itt Kárpátalján. Már megindultak az emberei, és előszerződéseket kötnek azokkal a személyekkel, akik idáig birtokba, pontosabban bérbe adták a földjüket. Most igaz, nem igaz, úgy azt rebesgetik, hogy 2300 dollárt ígérnek egy hektárnyi földért. De ennek még utána kell nézni. Azt tény, hogy járják, hogy ennyi ezt most egy paj, vagy egy földvagyonrész, vagy egy hektár, azt még kideríteni nem sikerült.